A terápiás kutyusom, ő Begli, egy keverék 4 éves kiskutya, vizsgázott terápiás kutya, és mellette ül a 2 éves Border Collie Alma nevű kislány kutyám, és ő pedig jelenleg mozgássérültet segítő kutyának tanul. A mozgássérülteket segítő kutyák különleges kiképzést kapnak. Tudniuk kell kerekes szék mellett sétálni, kosarat cipelni, sőt öltöztetni is a beteget. Emellett számos egyéb feladatra kiképzik a négylábúakat. Ilyen például az, hogy ajtót nyitni és csukni, odáig, hogy villanyt fel lekapcsolni, illetve irányítottam mondjuk egy-egy tárgyat odahozni, tehát onnantól kezdve, hogy ez lehet akár a távirányító, vagy mobiltelefon, tehát bármi, amire szüksége van, esetleg nem írja el, leesik bármi. Ezek a kutyusok akár az 5 forintos, kicsi 5 forintos érmét is felveszik a földről. Fektetés. Fekszik. A mozgássérülteket segítő kutyák, illetve a terápiás kutyák kiképzése hosszú folyamat. Komoly alapengedelmesség, nyugodt habitus kell, hogy jellemezze azt a négylábút, akit alkalmasnak tartanak erre a feladatra. Többek közt meg kell tanuljanak csoportban dolgozni, kezelniük kell a hirtelen hangzavart és az élelem megtagadást is. A jól kiképzett négylábúak a legsúlyosabb esetekben is képesek segíteni. Vannak igazán súlyos esetek, amikor ott már annak is örülünk, mondjuk, hogyha a gyermek követi a szemével a kutyát, vagy esetleg a segítségével feláll mellette, és megtartja magát a hátában, mert ilyet is szoktunk például súlyosabb esetekben, hogy megtartja a gyereket a hátán, és ő pedig ott megáll mellette pár másodpercig esetlegesen. Már ez is nagy dolog bizonyos esetekben. Szolnokon több intézményben tartanak foglalkozásokat terápiás kutyák segítségével. Így például a Szent Tamás Görög Katolikus óvodában, a Rigetúti Általános Iskolában, a Szent Ágota Nevelőszülői Hálózatnál és a Pedagógiai Szakszolgálatnál is. A célunk az lenne, hogy minél több intézménybe és minél több családhoz el tudjunk jutni a kutyáinkkal, a terápiás kutyáinkkal, és minél inkább meg tudjuk ezt ismertetni, ezt a terápiás fejlesztési lehetőséget, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokat tud adni az érintett embereknek, és itt nem csak a fogyatékosokra, hanem épp egészséges fiatalokra, gyerekekre, illetve felnőttekre is gondolok. Az igen, szuper! A kutyaterápia egyre népszerűbb mind itthon, mind külföldön. Az állatasszisztált terápiát, mint módszert az 1960-as években dolgozták ki, azóta pedig egyre szélesebb körben használják. A szolnoki terápiás kutyafelvezetők honlapja még készül, addig is a Facebookon, a Terápiás Angyalok négy lábon oldalon elérhetők.